Szevasztok, srácok! Na most végeztünk az észörös tech rendezvényen, a videózással, stb. Viszonylag hamar végeztünk. Most viszont elnézünk, ha minden jól megy az Empire State Building, most van egy kis rész, mert még este folytatódik egyébként ez a rendezvény. Uh-huh. Tehát mi vagyunk este is valahová. Viszont az odautat szeretnénk megcsinálni. Emlékeztek rá, hogy a Sennheisertől teszteltük ezt a 3D-s fülest. Ja. És nem tudom, már régóta beszéljük, hogy jó lenne egy ilyen nagyvárosban felvenni valamit, és itt New Yorkban, nem tudom, elég királynak tűnik a dolog. Nagyon, úgyhogy nagyon sok hangban. Hogy én beteszem fülészetre, illetve felteszem a shopimra szerelhető GoPlótokot, és hogyha senki nem fejel le, hogy miért veszem közelről az arcát, mert ugye villog pirosan ez a drága jó ember, akkor meglátjuk, mi lesz. Megpróbáljuk nektek ilyen first personból felvenni, hogy milyen New Yorkban sétálni. Így van. Mi van? Baszki, most mit csinálják, hogyha ilyen, így lesz megoldani csak? Ez bonyolult dolog, Jani. Gondolod, hogy nem elég? Még nyomj le.
in love with you. Joy and pleasure to millions of music lovers. I'm in love with you. Az utolsó vloggal tartozunk még. Igen. Mert ugye ez lemaradt, itt volt a végén mindenféle dolog, srácok, a Miami-New York út végén, mivel egy napot kalandos csúsztunk, volt. Azért, mert törölték a járatunkat, és emiatt egy nappal később jöttünk, és mindegy, egy kicsit ilyen kavarodás volt az utolsó időszak, ez az utolsó vlog így elcsúszott. Igen, meg ráadásul tényleg olyan váratlanul ért minket, hogy törölték a járatot, bármilyen furcsa ez. Úgyhogy ki kell találni valami extra kis plusz elfoglaltságot, hogy elfoglaljuk magunkat, ja. Igen, de igazából az utolsó napról, arról... Arról nincs úgy anyagunk, arról nincs mert anyagunk. Az tényleg csak egy bóklászás volt. Ott elbókláztunk, meg... Hát, ettünk. Hát igazság szerint meg ilyen plázákat néztünk meg, hogy így lássunk még pluszba valamiket, de ja, nem volt semmi izgalmas. Nehéz volt, mert arra a napra nem terveztünk egyáltalán igazából semmit. Szóval srácok, nagyjából ennyi volt ez a nagy Miami-New Yorkos utazásunk. Itt ebben az utolsó vlogban úgy gondoltuk, hogy egy kicsit beszélünk erről az egészről, hogy mégis milyen élmény volt, mert a rengetegen keresztítek, hogy milyen volt Miami, milyen volt New York újra, és úgy gondoltuk, hogy akkor még erről itt egy kicsit beszélünk. Miami összességében nekem például nagyon-nagyon tetszett, ezt már beszéltük, hogy hangulatban nagyon hasonlít szerintem Los Angeleshez, mégis egy kicsit más, teljesen más emberek vannak ebben a városban. Látszik. Igen. Meg ez egy nagyon nyaralós hely. Igen, főleg, hogy azon a részén voltunk, tehát olyan nagyon nem kalandoztunk el itt a nyaralós részéről Miami-nak, így mi itt olyan embereket láttunk, akik nem feltétlenül itt laknak, hanem ide jöttek nyaralni, és emiatt ugye egy egészen más képet kap az ember a városról. Igen. Itt tényleg Miami inkább a shoppingolásról, a pihenésről, meg az óceánról szólna, ha jó idő lett volna, de egyébként amíg sütött a nap, az első nap tényleg nagyon ilyen fun nyári hangulat volt. Nekem az összes nyári hangulatom meg volt. Jani, minden testrészemből izzadtam az alatt a 20 perc alatt, és az alatt a 20 perc alatt úgy leégtem, hogy hámlok. Még a mai napig, ahogy én is a nyakam, na mindegy. Úgyhogy ott azt rendesen kaptuk, meg egyébként akkor is leégtünk, mikor nem sütött a nap. Közvetlenül minket, tehát hogy elég volt a felhő. Na mindegy, úgyhogy Miamiről ennyit, nekem nagyon tetszett. De tényleg, ettől függetlenül nagyon-nagyon tetszett. Zsúfolt volt a program nagyon, amiket itt csináltunk. Szinte azt mondom, hogy majdnem 100%-ban kihasználtuk az időnket, csak hát ugye nagyok a távolságok, és mindenhova el kellett jutni, meg visszajutni, és gyakorlatilag ezzel mentek el a napok, de amúgy nagyon-nagyon sűrű volt a programunk, és szerintem nagyon-nagyon érdekes. Jó volt a nagyon a programok, de tényleg az a pro tippet, amikor megkaptuk, hogy Miami-ban érdemes autóval közlekedni, az jogos. Aláírjuk. Pontosan ugyanúgy, ahogy Los Angelesben egyébként, tehát itt is kocsival az mindenképp kell. Így van, New York pedig másodjára is teljesen elkápráztatott minket, szerintem mindkettőnket, nagyon, hogy is mondjam, talán így másodjára visszamenve így jobban eszembe jutott, hogy milyen is volt, és hogy amúgy így legbelül hiányzott egy kicsit. Igen, nem egy mindennapi élmény. Igen, maga a látvány ugye Manhattanben eléggé meg tudja fogni az embert. Maga az érzés, hogy ilyen pici, és hogy az a város meg mennyire óriási nagy, és igen, ez nekem is egy kicsit ilyen, ilyen jó élmény volt. Igen, hogy így nem gondolkoztam a mindennapokban, hogy bárcsak visszamennék New Yorkba, csak úgy amikor oda mentem, akkor így igen. Basszus, de durva, ez még mindig nagyon jól néz ki. Úgyhogy most is nagyon-nagyon jó élményekkel voltunk ott teljesen. Igen, és sikerült bepótolnunk ugye, amit nem tudtunk megnézni tavaly, szóval ez mindenképpen jó volt. Úgyhogy igazából már majdnem mindent láttunk. Amilyen turista New Yorkban, amilyen turista cucc, de majd reméljük, hogy még jövőre találunk dolgokat. Igen, pont azt beszéltük, hogy jó lenne megnézni New Yorknak azokat a részeit is, ami annyira nem populáris. Igen. Hogy meglássuk, hogy milyen ilyen kis elrejtett kis szubkultúrás valamik vannak ott. Biztosra vagyok benne, hogy vannak fasz a dolgok. Igen, csak menni kell golyóálló mellényt. Hát igen, az lehet. Még egyszer akkor nagyon szépen köszönjük az észrevennek a lehetőséget. Hogy idén is elmehettünk, reméljük jövőre is el tudunk menni, bár nem biztos, hogy nyújjabban lesz, azt nem tudom a konferencia, de reméljük, hogy jövőre is megyünk. Illetve legalább olyan izgalmas volt, mint a tavalyi, ez is nagyon-nagyon sok programmal telt, nem tudom,
Talán a buvárkodást tudom a legdurvábbnak mondani az egészből. Nekem az volt a kedvencem. Nekem is. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz volt, köszönjük a szervezés, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Illetve az észre rendezvény maga is nagyon klassz volt, megláttuk az új megjelenő termékeket, stb. Amivel kapcsolatban mindenképpen figyeljétek a Tech csatornát, már elkezdődtek ott a dolgok, de néhány dologról külön kiemeltem, fogunk beszélni, és egy kicsit össze is foglaljuk, hogy milyen volt itt a rendezvényen, stb. Ja. Ja. Hát akkor ennyi volt, srácok. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy követtétek a vlogokat, láttuk, hogy nagyon tetszett nektek, ennek különösen örülünk, és... Yes? És külön örülünk annak, hogy ez az új stílus, ami nem biztos, hogy marad, nem. Csak most erre a Miami-New York vlogra ezt az új stílust próbáltuk ki, ami egy kicsit ilyen, hogy sokkal kevesebbet beszélünk, sokkal többet lát. És sokkal többet mutatunk, és így egy kicsit ilyen cinematikabb szinten próbáljuk bemutatni azt, hogy hol jártunk, ez egy próbálkozás, ugye tavaly teljesen más volt. Más volt, igen, de láttuk, hogy ez most tetszett. Igen, tehát valakinek azt tetszett jobban, valakinek ezt tetszett jobban, de köszönjük a visszajelzéseket. Köszönjük, ja, így van. És még egyszer nagyon köszi az észre a lehetőséget, hogy meg tudtuk nektek mutatni ezt a sok-sok helyet, és hogy tudtunk találkozni az egyik nagyon régi nézőnkkel. Ja. Hát igazából most nem mondjuk, hogy lájkoljátok meg ilyenek. Nem. Nem sokára megint elmegyünk. Így van. De akkor már végleg. Na, szevasztok. Szevasztok. Nem, ez kurva jó. Nem megyünk a végleg, nem. Csak mondtam, hogy mit szeretnék. Nem. Igen, hamarosan. Ezeket Jani vágja, hamarosan amúgy, újra. Nem, soha, ez ilyen voice acting. Szóval hamarosan újra elmegyünk. Nem ígérjük, hogy akkor lesznek napi vlogok. Ja, igen, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy az E3-mal kapcsolatban nem lesznek napi vlogok, lesznek vlogok, de inkább ilyen 2-3-4 nap összefoglalásai. Igen, mert egyébként tavaly is láttuk azt kifejezetten, mert na, azon voltunk, hogy minden nap legyen, és egyébként ez tényleg egy nagy erőfeszítés a részünkről. Ugyan. De láttuk azt, hogy írtátok is páran, hogy volt olyan vlog, ami ilyen nagyon rövid volt. Igen. Egyszerűen ennyi minden történt velünk, mert az E3 alapvetően lefoglalja. Hát igen, mert ugye az ember elmegy másfél óra hosszalat valahova, aztán ott egész nap rohangál, amiközben nem lehet vlogolni, mindegy. Tehát ha 3-4 napok lesznek összefoglalva, összevonjuk őket, hogy egy kicsit ilyen tartalmasabb dolgok legyenek, illetve azt viszont megígérem, hogy az E3-as tartalmakat, itt különösen a konferenciákra gondolok, tehát a Sony-t, a Microsoft-ot, a Ubisoft-ot, az EA-t, nem arra van szó, hogy melyikre megyünk és melyikre nem. Nem. Ha Nintendo-ra lesz szó, a PC Game Show-t, stb. Amiről érdemes beszélni, arról mindegyikről fogunk csinálni videót. Nessa is ott lesz velünk például, az most jön velünk, és velük együtt egy megbeszéljük. Egy beszélgetős tudsz lesz. Tehát mindig aktuálisan, ami éppen van, a Bethesda-t. Bethesda, ne felejtsük el a Bethesda-t. Tehát mindegyikről fogunk beszélni egy külön videóban, és azt szerintem ide fogjuk feltölteni. Így van. Ja. Vagy live lesz. Az mind attól függ, hogy milyen az internet, és milyen a éppen hány óra van itthon, és ott hány óra van, tehát ezt nem ígérjük meg. Igen, de szerintem, hogyha live is lesz, akkor is fent lesz, persze. És ide. Ez nem a VOD csatornára fog felmenni, ez a 3-as beszélés, hanem ide. Ide. Megdumáljuk, hogy mik jelennek meg, és hogy az miért mennyire kurva jó. Yes. Jó, most már menjünk. Megyünk. Szevasztok.